A kezdeti időszakban a darts sport a brit civilizációval érintett területeken terjedt el, majd teret hódított magának a világ többi részén is. Dombóváron nemrégiben alakult meg a sport köré szerveződött egyesület. Havi szinten rendezünk open, valamint amatőr versenyeket. Ugye itt a kettő közti különbség az, hogy az openra jöhet bárki végül is az országból. Itt meg lehet különböztetni ugye amatőröket, meg szabadidős kártyás, versenyengedéllyel rendelkező játékosokat. Az amatőr versenyekre meg csak olyan játékosokat várunk, akik nem szerepelnek a Magyar Darts Szövetség rendszerébe, tehát gyakorlatilag nem igazolt játékosok, csak valamelyik klubnak a tagjai. Az minden hónap valamelyik szombatján kerül megrendezésre, de nekünk van egy ilyen hatfordulós házi bajnokságunk, és akkor hát igyekszünk hasznosan eltölteni a szabadidőnket. A dartsban legeket és szetteket kell nyerni. Az előre meghatározott számú szettet elérő játékos nyeri a mérkőzést. Így volt ez a Dombóvári Darts Egyesület hétvégi versenyén is. Most szombaton volt egy cricket nevezetű játékunk. Ez volt a negyedik fordulója a hat fordulós versenyünknek. És akkor vár még ránk egy páros verseny, valamint egy kiemelés rendszer alapján egy világbajnokság alapján lezajló bajnokság, és akkor majd a hatodik forduló után kialakuló legjobb 8, majd megmérkőzik egymással a végső az éves győztes, az éves bajnok címért. Nevezési díjat dobtunk természetesen bele. Hát egy nagyon szép kupa, meg hát természetesen azért az elismerés, hogy a Dombóvári Darts Egyesület legjobbja a 2020-as évnek. 21-es, bocsánat, 21-es. Közben ez a kisebb kör, itt a triplák szerepelnek, tehát ha ide valaki bele tud találni, akkor az tripla 20, tehát 60 pontot ér. Na most abból, ha ugye 3 nyíl van a kezünkbe, 3-at dobunk, az a 180. Annál nagyobbat 3 nyillal nem lehet dobni. A szabadidő hasznos eltöltésére mindenki más programot választ, de miért is jó nyilakat dobálni egy számokkal ellátott táblába? Ez elég összetett dolog, hogy mi jó benne. Hát igazából minden. Tehát a társaság tényleg kortalan egy sport, tehát nem számít, hogy például egy más sportban, egy futóversenyben vagy egy labdarúgásban ott azért, ha nem a saját korosztályoddal versenyzel, az eléggé ciki tud lenni egy idő után. A dartsban nincs ilyen, tehát tényleg van 15 éves egyesületi tagunk, fiatal srác, van akár idősebb versenyeinken, 60 fölött is előforduló úriember is megfordul nálunk, és teljesen eltűnik a nemzedékek közti különbség, hogy így fogalmazzak, és például ez jó benne, hogy nagyon jó meccseket tudunk egymással játszani, akár 20-30 év korkülönbséggel is, tehát mondom, kortalan, a társaság, tehát az fantasztikus, tudunk örülni egymás eredményeinek, tehát azért elég nehéz eltalálni ezeket a pici kis szektorokat, és ha tényleg valaki beletalál mondjuk háromszor a tripla 20-asba egy 180-at dob, akkor mindenki tapsol, mindenki örül a másik eredményének, nem az, hogy fú, ő neki miért ment ennyire jó, hanem ez teljesen jó, tehát örülünk, mert egy fantasztikus eredményt tud elérni. Egymás között, ha játszunk, az teljesen baráti, tudjuk egymás gyengéit, figyeljük, és akkor próbáljuk kihasználni, ezzel jókat nevetünk, hogyha sikerül, ha nem, akkor meg azon, hogy hát nem sikerül, tudtuk, hogy mi a gyenge, és mégse. A sport teljesítményre a versenyruk rányomja a bélyegét, amely sót gyakorlással leküzdhető. A fiúk úgy hívnak, hogy edzésmenő, most ez egy kis, tehát itt edzésen tényleg bárkit bármikor sikerül elvernem, ez versenyen nem igaz. Tehát nekem ezt még le kell győznöm, ezt azt mondják, több év kell, több rutin kell, hogy a versenyeken tudjak úgy koncentrálni. A darts egyébként nagyon erősen kell fejbe ott lenni a dologba, és ha kizökkent bármi, akkor már igen rosszakat tudsz dobni, és ezért tehát én nekem edzésen teljesen nyugodtan tudok játszani, versenyeken nagyon nagy bennem a drukk, és ez ugye, ha már remeg az ember keze, már nem úgy megy. Tehát nagyon sok verseny kell ahhoz, hogy az jól menjen. Jó hangulat, baráti versengés és hasznosan eltöltött idő jellemzi a Dombóvári Darts Egyesület összejöveteleit.